Köszöntöm tisztelt nézőket a Lólépésben Sakmagazinban, Gunyet Zoltán műsorvezető vagyok, és a mai napon is ö, igyekszek szórakoztatni a kedves nézőket a magyar sakkozó különböző alkotásaival. Az előző adásunkban egy olyan fantasztikus partiról számoltam, egy olyan fantasztikus, 47 évvel ezelőtt játszott partit mutattam be a kedves nézőknek, amelyel Magyarország sakválogatotja történelmi bravúrt hajtott végre. Ennek a bravúrnak a részese a Magyar Olimpiai csapat volt, a legkiemelkedőbb részese pedig Néha Bilek István nemzetközi nagymester. Bilek nagymester egy rendkívül élénk, dinamikus, mondhatni taktikus, stílusú, sakkozó volt, aki ravaszul tudta megválasztani a, a megnyitásokat, és nem sok megnyitási újítás fűződik a nevéhez, viszont amelyeket ő megjátszott, például a királyindiai védelemben is volt egy kiváló ötlete Bilek azok rendkívül mély tartalmúak. A mai napon egy újabb bilegpartit szeretnék a kedves nézőknek megmutatni, amely a sok történelemben a szódavizes partiként vonult be. A parti közben el fogom majd mondani a kedves nézőknek, hogy miért is ez volt a partinak a története. Nézzük azonban a partit, amelyet 1964-ben Kecskeméten játszott a bileg nagymester a sötét figurákat vezetve a királyindiai védelmet alkalmazta egy korábbi világbajnok jelölt a cseszlovák, cseh nemzetiségű Ludek Pachman nemzetközi nagymesterrel szemben. Tehát világbajnoki zónaversenyen járunk 1964-ben, a zónaverseny legjobbjai jutottak be a zónaközi döntőbe, és pedig aki a zónaközi döntőn közepesen szerepelt, az már a világranglista első 30-40 helyezetje közé tartozhatott akkoriban, Bilek nagymester fiatalkorában. A kiváló cseh nagymester Ludek Pachman D4-jel nyitott, amire Bilek nagymester Huszár F6-tal válaszolt. C4, D6, Huszár C3, és G6, amire E4, és elmondhatjuk, hogy az E4 lépéssel, illetve már azt megelőzően is a királyindiai védelemben járunk. Futó G7 természetesen, és Pachman nagymester F3-at húzott, amivel a Király F2, F3 a királyindiai védelem zémis változatába, zémis rendszerébe jutottunk, abba terelte a játékot. Rövid sánc, és futó E3. B6 következett, még mindig az elmélet útján járunk, és futó D3. Futó B7, és huszár G E2. Világosnak egy erős gyalogcentruma van, mint láthatjuk, és ezzel szemben sötét egy asszimetrikus, a királyindiai védelemre jellemző asszimetrikus gyalogállással veszi fel a küzdelmet. C5-öt húzott, és választ kért arra, hogy hogyan szeretné világos folytatni a játékot. Az állás meghatározó tényezője az, hogy világos D3 futója be van zárva a saját gyalogjai mögé, viszont világos akár G4-H4 H5G5-tel egy erős támadást indíthat sötét királyállása ellen. Ez az émis rendszernek az egyik alapötlete. Nézzük meg, hogy akkor mi valósult meg ebből. Sötét ugye nem tétlenkedhet, hiszen egy gyalogrohamot nem várhat be csak úgy, ellenjátékra kell törekednie. Világos erre a C5 lépésre az elmélet szerinti D5-tel válaszolt, amire Bilek nagymester E6-ot lépett, ez egy ismert változat, akkoriban még viszonylag sokat játszották, szeretné megbontani a királyállást, illetve a gyalogcentrumot. G4, ezt a lépést, még ha jól emlékszem, a világhírű Mihai Tál javasolta, és erre következett üt D5, és Pachman a C gyaloggal ütött vissza D5-re bástya E8, szeretné kihasználni ugye a szembeállást, bástya E8, és itt arról van szó, hogy most már fenyeget huszár üt D5, ha sötét a világos az E4 gyaloggal ütne vissza, akkor a bástya lenyerné a D3 futót, ha a huszára ütne vissza, akkor a B7 futóval ütne sötét, tehát a, az e vonalbeli gyengeség kihasználásáról van szó világos vezér D2-t húzott, és Bilek nagymester Huszár B D7-tel válaszolt. Ez még egy ismert változat volt. Király F2 következett, ez volt, ha emlékezetem nem csal, néhai Mihailtál áll világbajnoknak az ajánlata. Bilek nagymester a parti utáni jellemzésben azt írta, hogy kisé meglepte őt Pachman nagymesternek a kávéházi sakízű megnyitás választása, úgyhogy úgy gondolta, hogy valószínűleg lebecsüli őt, de hát erre igazából alapja nem volt. Huszár e következett, amire világos Huszár G3-at válaszolt. Ebben az állásban ami előfordult már akkor a mesterjátszmákban. Bilek nagymester rendkívül hosszan elgondolkodott, és a jelenlévő nagyszámú néző nem értette, hogy a mi pistink ugyan mind gondolkodik ilyen sokáig. Nos, Bilek nagymester körülbelül háromnegyed óra gondolkodás után tisztet áldozott, futó üt B5. Ebben az állásban Pachman nagymester kisé elsápat, éppen egy pohár szódavizet kívánt magának tölteni a szifonból, és amikor meglátta a tisztáldozatot, annyira ragadta tekintete, hogy nyomva a szifont, nem tartotta alá a poharat, és a szifonból a, a szódavíz nagy erővel a táblára ö, folyt, zubogott, és meg kellett állítani a parti fel kellett itatni a szódavizet a tábláról, mivel... Ö, Szóra vízben úszott az egész saktábla. Nos, miután imígyen Pachman nagymester az első meglepetéséből felocsúdott, Megértett, hogy rendkívül nehéz helyzetbe került, visszaütött a huszárral d elfogadva a tisztáldozatot. Bilek nagymester természetesen a huszárral ütött d Gyalogüt d és akkor itt látjuk, hogy létszám problémái vannak Bilek nagymesternek, tehát konkrétan tiszt hátránya van egy gyalogért, azonban itt megjelent a vezér 6 lépés, mint az állás egyik kulcs lépése. Vezér 6 Itt most kérem szépen meg kell nézni, hogy fenyeget ugye a vezér F3 lépés, fenyeget ö, emellett még a bizonyos esetekben a huszárű G4 kötés kihasználás. Nos, valahogy védeni kellett a... a az F3 gyalogot. Ezt meglehetősen nehéz lett volna védeni, mondjuk futó E2-vel, hiszen arra huszárüt g 4 majd huszárüt E3 következhetett volna. Tehát Pachman nagymester, mikor kezdte visszanyerni a, a megbojdult állásban az önuralmát, futó E4-et lépett. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, és a, a D5-E4-F3-G4 figura és gyalog alakulat jól tartható, de valójában már nem. Bilek nagymester a hosszas számolás, mikor eldöntötte a futó üt D5 áldozatot, természetesen látta ezt az állást és tudta, hogyan kell azt folytatni. Huszár g 4 gyel folytatta a partit, amire király G2, nem lehet leütni a lovat, ugye, mert kötésben van. Király G2, huszár üte 3, vezérüte három, és itt az erős nagyátlón következhetett vezérüt B2. Sok. A királya nem volt ajánlatos ugye H3-ra lépni, illetve nem volt a királya nem lehetett lelépni az alapsorra, mert arra vezérült A1-sak következhetett volna. Egyébként mondjuk király G1-en még igen mutatós a futó D4, vezérnyerés is. Tehát a vezér kellett közbe húznia. Vezér E2, vezérüt E2, huszár E2, futóüt A1, bástyaüt A1. Nos, ezt kellett kiszámolnia, ezt az állást kellett kiszámolnia Bilek nagymesternek akkor, amikor a 14. lépésben 8 lépéssel, kilenc lépéssel ezt megelőzően ö, beáldozta a tisztet. Tehát Bilek nagymesternek a bástáért a, a, két könnyű tisztet kellett kapnia, de emellett van még három gyalog előnye, és ebben az állásban a, a a következő végjátékot kellett kiszámolnia. Nem volt már nehéz kiszámolnia, hiszen tulajdonképpen nyerve van az állás sötét számára, már csak arra kell figyelni, hogy maradék ellenesélye sem legyen Pachmannak. Következett B5, tehát a vezérszányi óriási gyalogtúlsúly nyerés biztosít Bileknek, király F2, bástya E5, itt elég mutatós ö, lépés, hiszen ugye F5 után a futónak el kell hagynia a D5 gyalogot, és akkor már ö, négy gyalog előnye lenne Bilek nagymesternek. Bástya D1-el védeni kell azt a D5 gyalogot, Bástya D1, következett Bástya A E8, Huszár C3, A6. Arra kell vigyázni ebben az állásban sötétnek, hogy ne tudja világos blokálni a vezérszányi gyalogokat, tehát úgy kell tartani a gyalogláncot, hogy mindig tempóval tudjon előre nyomulni. Futó D3, visszakozás történt, király G7, harcba kell dobni a királyt is, bástya F1, vagyis futó F1, bástya H5, megtámadva a H2 gyalogot is, nincs mit tenni, mint H3, ezzel ugye le van zárva a futónak a, a, H3 C8 átlón is a játék lehetősége, Bástya h 4 a negyedik soron avatkozik játékba Bilek nagymester Bástyája, Bástya H4. Pachman igyekszik zárni az állást, Huszár e 4 jel ez azonban nem eredményes, mivel Bilek nagymester simán beáldozza a minőséget. Bástya üte 4 gyalog 4 Bástya üte 4, és láthatjuk, hogy ö, Bilek nagymesternek már 4 gyalogja van, az áldozott futóért, tehát simán nyerve van. Következett bástya D3, B4, most ugye nem üthető az A6 gyalog, a bástya betakart, király F3, bástya E1, megtámadjuk a futót, futó E2, és A5 vészesen nyomul előre az a gyaloglánc, Bástya E3, az egyetlen aktív helyre tudott átmenni Pachmannak a bástája, Bástya A1, Bástya E7, Király F6-tal megtámadta, Pachmann Bástya D7 lépésére, Bilek nagymesternek választania kellett, hogy mit őriz meg, a D6 gyalogot, vagy pedig az f 7 természetesen a D6 gyalog az a fontosabb, király E5 lép, király e 5 lépett, bástya üt F7, és bástya üt A2. Pachman visszanyert még egy gyalogot, bástya üt A7-tel, ekkor azonban megindult a félelmetes ö, sötét vezérszányi gyalogság, A4, bástya D3, vagyis futó D3, bástya A3 kötés, király E2, G5, bástya G7, király D4, megtámadva azt a futót, futó F5, bástya E3, király D2, és itt Pachman egyúttal feladta a partit, hiszen nem tudja megállítani az A gyalogot, az menthetetlenül bevonul vezérnek. Most pedig a kedves nézőknek, Néhai Bilek nagymesternek egy nagyon egyszerű végjátékát szeretném bemutatni. A végjáték nagyon egyszerű, viszont technikai ismereteket tanulhatunk belőle. Egyébként a partinak igen nagy jelentősége volt, 1970-ben játszották a Zígeni, Németországban van a Zígen, a Zígeni Sakkolimpián, amelyen a magyar válogatott a Szovjetunió után ezüstérmet szerzett, ami kirobbanó siker volt. Bilek nagymester a világos figurákat vezette, és rendkívül fontos volt a partinak a megnyerése, mivel ezzel tudta biztosítani a magyar olimpiai csapat a kiváló helyezését. A parti függőben maradt, 40 lépésnél lefüggőzték az állást, ami azt jelentett, hogy később folytatták. Bilek nagymesternek egy rendkívül egyszerűen nyerhető állása volt. A partiban tehát Bilek nagymester világossal ö, lépett. Rendkívül egyszerű technikai ö, kezelés szükséges az állásban. Minél több figura van az állásban, annál egyszerűbb vagy bonyolultabb lehet a végjáték. Na most ez nagyon ö, furcsán hangzott. Ebben az állásban a legegyszerűbb nyerési út az, hogy világos lecseréli a tiszteket, tehát lecseréli a lovakat, illetve a bástyákat, és megnyeri a végjátékot. Sötétnek, mivel gyalog hátránya van, ez ellen nem nagyon lehet mit tennie. Na most hogyan is ö, bonyolítsunk? Az első kérdés az, hogy megtartsuk-e a huszárokat. Nos, ö, a legegyszerűbb ilyenkor azon elgondolkodni, hogyha világos a huszára leüti a sötétnek a D6-on D6 álló huszárját, akkor a létrejövő bástya végjáték kinek kedvező. A bástya végjáték világosnak kedvező, hiszen hogyha bástyát cserélnénk, akkor egy gyalogelőnyös ö, gyalogvégjátéka volna a világosnak, amelyet simán megnyerhet. Ha pedig bástya végjáték marad, akkor sötét nem tarthatja a bástyáját az egyetlen nyílt vonalon, a D vonalon, következésképpen világosnak a gyalogelőny mellé még állás előnye is keletkezik. Ezért Bilek nagymester borítékolt lépése a huszárüt D6 volt, amire az NDK, a Német Demokratikus Köztársaság, még létezett akkor ilyen állam, nagymestere Burgart Malich a bástyával ütött vissza. Bilek nagymester természetesen d egyre helyezte a bástyáját, amire Malich belátta, hogy csere után nagyon hamar, nagyon simán elveszteni a keletkező gyalogvégjátékot, ezért a bástyáját C6-ra vitte, abban a reményben, hogy C4-re nyomul előre a gyaloggal, valahogy szétszakítja Bileknek a vezérszányi gyalogláncát, és sikerül valahogy kitartani az állást. Bilek nagymester pontos volt, mint a svájcióra, Bástya D5-öt lépett, amire megérkezett C4, azonban butaság volna a gyalogot leütni, mert üt C4-re, Bástya üt C4 következne, és és aztán uh, világos, ha leütné az A5 gyalogot, akkor, akkor uh, sötét, pedig leütné a C2 gyalogot sakkal, és még az A2 gyalog is bajban volna, tehát uh, bizonyos kompenzációt uh, kapna már ezért. Bilek nagymester király D2-t húzott, mint egy megkérve Malihot, hogy uh, na most akkor üsönbe be B3-ra nyugodtan, és akkor neki megmarad a gyaloglánca. Be is kellett ütnie, tehát üt uh, B3, gyalog 5, B3, bástya A6. Védeni kellett az A5 gyalogot, természetesen, és most világosnak nem kell sietnie, rögzítenie kellett a sötét állást G4-gyel. Természetesen a nyerésnek van gyorsabb útja is, de Bilek nagymester nem akarja a rendkívül fontos partiban elkapkodni a nyerést, hiszen ugye fáradtan akár még hibázni is lehet, bomba biztosan vezeti a bástya végjátékot. Erre nincs mit tenni, mint bástya A8, várakozni kell a bástyával az A vonalon, tehát bástya A6 A8, hiszen ha elvinné onnan a bástyát, Bilek leütné az A5 gyalogot, és az A4 gyalog rendkívül veszélyessé válna. Király D3 következett, Bástya B8, Király C4, és ugye a bástya B4 sak semmire sem vezetne, mert arra király C3 következne, majd ö, világos ingyenütné az A5 gyalogot, ezért kénytelen sötét visszalépni a bástyával A8-ra. Védeni az A5 gyalogot, most következik a szabad képzés világos B4-gyel gyalogcserét kínál fel, A5 B4, király B4, és sötét még megpróbál valamit kavarni a királyszárnyon H5. Ez azonban nem vezet eredményre, mert Bilek nagymester megindítja az A5, az A szabadgyalogot, A5, H4, H3-mal megállítjuk, azt nem menjen tovább, Bástya A7, jön a király védi a gyalogot, bá, ö, király B5, Bástya B7, király C6, bástya B3, úgy tűnik, hogy gyalogokat tud leütni, ö, sötét, ez azonban már nem bír jelentőséggel, mivel az A gyalog befut, A6, bástya 5F3, A7, bástya A3, Király B7, bástya B3 sak, király A6, és itt nem maradt más, mint feladnia a partit, hiszen egy bástya A3 sakra, bástya A5-tel kivédjük, és a gyalog A8-on vezérré változik. Bilek nagymester nem csupán győzött a saktáblán, hanem győzelemmel felérő döntetleneket is ért el. Rendkívül fiatal volt még, amikor 1955-ben a félelmetes szovjet válogatott járt Magyarországon, Budapesten, és megmérkőzött a magyarokkal. Bilek nagymester akkor a, ö, egy kiváló észt szovjet nagymesterrel, Paul Kereszel játszott a következő partiban, illetve hadállásban, amelyben Keresztről tudni kellett, hogy a világranglistának ugye az első három-négy helyezetje volt évtizedekig. Ebben a partiban vezér b lépett, noha egy vezér előtt lépéssel már hamarabb nyert végjátékot érhetett volna el. Bilek nagymester ekkor hosszas gondolkodás után egy, egy szenzációs kombinációt vitt véghez, amellyel világhírű ellenfelével szemben döntetlen ért el, egy parádés bástya áldozatról van szó, Bilek nagymester beáldozta a bástyáját eheten. Itt most ugye fenyeget vezérű 6 majd mat fenyegetés, tehát le kell ütni azt a, azt a bástyát, a futóval nem lehet, mert arra vezérű f 7 mat következett, tehát a királyjal kellett leütni. Királyú tehét, most következett futó A3 sak amire kereszt nagymester leütötte a futót is, és láthatjuk, hogy Bileknek, a fiatal mesternek tulajdonképpen kettős bástya hátránya van egy félelmetes világlasztissal szemben. Ennek ellenére a sötét király a sakkok keresztüzében marad, és nem menekülhet ki az örökös sakból, g sakk, király előtt más szabályos lépése nem nagyon van. Vezér G3 sak, király üt E4, vezér G4 sak, király D3, vezér D1 sak, király C3, vezér F3 sak, Király C2, vezér E4 sakk, tehát hogy b 1 -e se tudjon menni, király D2, vezér F4 sakk, király D1, vezér F3 sakk, király C2, vezér E4 sakk, király C3, Vezér F3 sak, mint hogyha ilyen állás lett volna már, Király D4, Vezér E3 sak, Király C4, Vezér E2 sak, Király D5, vezér F3 sak, Király E5, vezér G3 sak, Ugye ez az állás már előfordult, és itt kereszt nagymester belátva, hogy a királya nem tud elbújni az örökös sakk elől, kezet nyújtott mosolyogva azzal, hogy remis, azaz döntetlenre adja az állást, kettős bástő előny birtokában. Kereszt nagymesterről el kell még, hogy mondja ő az egyetlen sakkozó a világon, akinek arcképe pénzi egyen szerepel, az észt koronán kereszt nagymesternek az arca van, ha jól emlékszem, az észt húsz koronáson. Kedves nézőink, sajnos az idő ismét elszaladt. El kell, hogy búcsúzzak önöktől, mivel elfogyott a műsoridő, annak a végére értünk. Remélem tetszett a kiváló nagymester minden alkotása, amelyet most be tudtam mutatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, találkozzunk pár hét múlva.